55 millió forint sorsa vált bizonytalanná Debrecenben, miután az önkormányzat nem jutott dőlőre a lakókkal egy társasházban működő orvosi rendelő felújításával kapcsolatban. A helyi sajtóban megjelent, hogy a lakók 20 millió forintot kértek a hozzájárulásukért, ezt azonban az érintettek cáfolják. Azt mondják, ők csak azt szerették volna, hogy a felújítás után a rendelő bejárata kerüljön az utcafrontra. Pénzről, konkrét összegekről semmi, egy szó nem hangzott el. A Debrecen és Sas utca 2 lakói azt mondják, hogy eszükbe sem jutott 20 millió forinttal megzsarolni a közgyűlést a rendelő felújítása miatt, és fogalmuk sincs, ki találta ki ezt a verziót. Megcsináltuk azóta az udvarnak a korszerűsítését, 1 millió forintba került. Az, hogy a városháza ilyen módon leplezi azt a tényt, hogy nem csinálja meg ezt a korszerűsítést, ez nem a társaságban lakó magántulajdonosoknak a bűne. A lakók azt kérték, hogy az eredeti tervekkel szemben ne beljebb tegyék a kapuajban a bejáratot, hanem alakítsák úgy, hogy az utcáról közvetlenül lehessen oda bemenni. Mivel üvegfelületekről van szó, ez nem került volna komoly összegbe, állítják. Azért is szerették volna a bejárat áthelyezését, mert az autók itt járnak ki be az udvarba, ráadásul nekik sem kellett volna a várakozó betegek között közlekedni. Két társasház gépkocsi forgalma zajlik le rajta, hanem helyezzék ki, úgy, mint máshol, az utcafrontra, és ott egy mentőnek is sokkal kényelmesebb, meg hát ugye a betegeket nem befelé kell hozni a gépforgalom elé, oda tenni a beteg embereket, hanem inkább távol tartani tőle. Kerestük a történtekkel kapcsolatban a városházát is, de nem kívánták kommentálni a történteket. A DK Debrecenben élő országgyűlési képviselője azt mondja, hogy az önkormányzat nagyot hibázott, ugyanis nem tájékoztatta megfelelően a lakókat, és a kéréseiket sem vette figyelembe. Ha szerette volna az önkormányzat felújítani ezt az orvosi rendelőt, akkor mindent megtesz azért, hogy ez az orvosi rendelő felújításra kerüljön, nem ezt tette. Most 55 millió forintot bukik ezzel a város, és nyilván bukik az a lakóközösség is, illetve az a nagyobb közösség, aki ebbe az orvosi rendelőbe jár, és hát az a lakóközösség, aki itt lakik. Az 55 millió forintos felújítási keretet a kormánypárti többségű önkormányzat szeretné megmenteni, ezért megpróbálják a pályázat kiírójánál elérni, hogy az összeget más projektekre használhassák fel.